Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az 56-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának előestéjén a Gyóni városrész központjában, térségi 56-os büszkeségpontunknál. Külön tisztelettel köszöntöm az 56-os eseményekben résztvevők leszármazottait, a megtorlást megszenvedő családok tagjait. Köszöntöm a díszpolgárokat, kitüntetetteket, az intézmények és a civil szervezetek képviselőit, a képviselőtestület tagjait és minden kedves megjelentet. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm lengyel testvéreinket, Lengyelország magyarországi nagykövetségének munkatársait. A lengyel-magyar barátságnak sok évszázados hagyománya van, hiszen mi közép-európai nemzetek földrajzi adottságaink, történelmi múltunk miatt más szemszögből látjuk a világ eseményeit. Sokat küzdöttek nemzeteink a történelem sorsfordító pillanataiban, mindig a kölcsönös szolidaritásra építve segítették egymást. Megtisztelő, hogy ezen az alkalmon itt Gyón szívében együtt emlékezhetünk velük. Tisztelettel felkérem Kőszegi Zoltán polgármester urat, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Az 56-os forradalom emlékére készülve mindig felkavaró érzésekkel készülődöm, és így volt ez most is, az elmúlt napokban, az elmúlt órákban, de most különösen meghatódottan állok itt Önök előtt, mert amikor a magyar himnuszt elkezdtük énekelni, akkor mellettem a lengyel nagykövet helyettes asszony teljesen kristálytiszta magyarsággal csodálatosan velünk együtt énekelte. Köszönjük szépen! Egy különleges időszakban emlékezünk 1956-ra, amikor háborúktól, konfliktusoktól terhelt a világ, és Európa terrorfenyegetettség alatt van. Mi mégis békességben, békében, ilyen nyugodt körülmények között emlékezhetünk, ünnepelhetünk. Ezért nagyon hálásnak kell lennünk, és ezt meg kell becsülnünk, mint hogy meg kell becsülni minden kapcsolatot, minden barátságot, és így különösen a mai világban, itt Európában a lengyel-magyar barátságot. Az utánam szólók, az ünnepre készülő diákok műsora, ahogy ezt a korábbi években megszoktuk már, egészen szívbemarkoló, és segít nekünk felidézni és átélni újra 1956-ot. Ezért én ezzel kapcsolatban nem is kívánok semmit szólni. És van egy nagyszerű szónokunk is, Pásztor Gergely, Táncsis Mihály gimnázium igazgatója. Vele kapcsolatosan csak engedjék meg, hogy néhány évfordulóra hagy emlékeztessek. Ugye 1936-ban ezt az épületet az evangélikus gyülekezet egy adomány jóvoltából óvodaként nyitotta meg, a térségben első óvodaként. Az az evangélikus gyülekezet, amely most ünnepi 240. évfordulóját, és Gyón életében, a gyóniak közösségében meghatározó, ha nem a legmeghatározóbb, vagy az egyik legmeghatározóbb közösség. Isten éltesse őket! Az óvoda épület adományozása után 20 esztendővel később Magyarországon, Budapesten, és aztán a forradalom leverése után is itt Gyónon olyan események történtek, amelyek máig hatnak. Tehát 1936, 1956. És sajnos az 50. évfordulót olyan gyalázatos módon folytották vérbe, amivel végérvényesen bebizonyították, hogy a rendszerváltás utáni akkori baloldali kormányzatot képviselők abszolút sorsközösséget vállalnak a forradalmat leverőkkel, és egyértelműen kimondták, hogy ők a jogutódjaik. Ezért nagyon nehéz elképzelni a velük való bármilyen politikai együttműködést. Azonban nekünk mindig arra kell törekednünk, hogy bárki, aki jövőt szeretne építeni, kapcsolatokat építeni,
és egymás megbecsülésére törekszik, azzal keressük a kapcsolatot, keressük a barátságot, és teremtsünk békét. Ezt az idei esztendőben egy egész éves programként hirdettük meg Dabason, a 2023. év a békesség teremtéséve. Meggyőződésem, hogy a mai ünnepségünk is, a mai alkalom is egy olyan esemény, ahol bár vérbe folytották a forradalmat, mégis ezzel a méltóság teljes megemlékezéssel a békesség teremtés útján járunk. És mi sem bizonyítja ezt jobban, a békesség útján járva fontosak a családi, közösségi ünnepeink, és hogyha valaki mondjuk kerek születésnapját ünnepli, akkor ezt nem tekintjük pusztán magánügynek vagy családi ügynek, hanem a nagyobb családunk számára és szempontjából is fontos. És tudom, hogy nem értene vele egyet Pásztor Gergely, de én most itt mégis a nagy nyilvánosság előtt is elmondom, hogy az idén ünnepelte igazgatónk, Táncsismai gimnázium igazgatója Pásztor Gergely az 50. születésnapját. Nagyon-nagyon sokat gratulálunk, Isten éltesse! Nagyon-nagyon sokat tett, nem csak a gimnáziumért és a diákságért, a fennövekvő ifjúságért, hanem városunk egész közösségéért is. És nem véletlen, hogy ráesett a választás, felkértük, hogy legyen az idei ünnepségünknek a szónoka. Ebben benne van az 51. születésnap is, hogy nagyon figyelem irányuljon rá, de hát ez a tanári pályája és a történészi múltja is adta ezt, hogy őt felkérjük. Úgyhogy nem tudom, hogy elveszem-e a... Ja nem, elvenném, igen, mert azt hiszem, hogy a sorrend az más lesz, mert először az ünnepi műsor következik. Úgyhogy akkor én még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm lengyel barátainkat, vendégeinket, tisztelettel köszöntöm Pásztor Gergely igazgató urat, a díszpolgárainkat, a kitüntetettjeinket, a gyóni és városi közösségeink jelenlévő képviselőit, és természetesen külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévő ifjúságot. És a végezetül engedjék meg, hogyha már Lengyelországgal és lengyel barátainkkal kezdtük, akkor én így is fejezzem be. Szívből kívánom azt, hogy a múlt hétvégi választások után újra olyan kormány alakuljon Lengyelországnak, amely teljes mértékben kiáll a lengyel érdekek mellett, és megvédi és kiáll velünk együtt a hagyományos európai keresztény értékek mellett. Isten éltesse a lengyeleket, Isten éltesse a magyarokat, Isten éltesse az emlékezőket, és a barátságot és a békességteremtést. Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elhult. Hol volt, hol nem volt. Se élő, se holt. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami. Hogy valami volt. És ez a szabadság. Kis irkalapjaimra, padomra és a fákra, homokra és a hóra felírlak én. Minden beírt papírra, minden üres papírra. Ha nincs, hamura, kőre, felírlak én. Dzsungerre, sivatagra, fészekre, reketyésre, zengő gyermekkoromra felírlak én. Mezőre láthatára, szárnyakelt madarakra, árnyak malmaira felírlak én. A friss hajnali szélre, tengerre, hajókra, a tébolydó csúcsokra felírlak én. A fényre, mely kigyullad, a fényre, mely elalszik, sok régi otthonomra felírlak én. A boldog gyógyulásra, a szétfoszló veszélyre, s emléktelen reményre felírlak én. S ez egy szó erejével kezdek el újra élni, hogy rád ismerjek, s neveden szólítsalak. Szabadság! Szabadság!
néz fel az égre, arra a kékre. Megérted végre tán üzenetét. Hiába felhő, villám, ha eljő, fényekbe szellő fűzbe zenét. Ó, szabadság! Ó, szabadság! Nincs benne semmi gyáva színlelés, te vagy az eregben a szívverés. Nézz a hegyekbe, napra, kerekre, apró jelekre, hol száll a madár, benned a tavak, csörgő kis patak, nyelveden a szavak, s tiéd a határ. Ó, szabadság! Ó, szabadság! Nincs benne semmi gyáva színlelés, te vagy az eregben a szívverés. Üdv neked, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Kilángban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán vad ágyú dörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja? S mely nép beszélt így önmaga nevében, mint angyal, amikor a harsonáját fújja? Bús igájának fájára írja hát, s mint megannyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokát. Jönnek a tankok, körbe zúgnak a harangok, s fenn az éjjel pár a sor, keringenek a kalambok. Jönnek a tankok, körbe zúgnak a harangok, s fenn az éjjel pár a sor, keringenek a kalambok. Irka akkor, jaj, mit hallok, jönnek ránk sorba a tankok vége, itt vannak a ruszkik, bombáljuk minket, pusztít minden zú. Honajlik a föld mélyébe belére meg, sikolt az ég, tankok jönnek, fussatok el, jó ember! Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Tisztán látom olykor mégis a szomszéd nagyfiút. Szombat este jött, ivás után, s félrehúzott. Van egy balladám. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Mégis hallom borsusogva a szomszéd nagyfiút. Azt susogja, korvin köziek, s félrenéz. A lakók közül melyik hallja meg? A Korvin közben összegyűltek rég a nagyfiúk. Fegyvert fogtak, 1-200-an, nem volt más kiút. Ők voltak a Korvin köziek, s félre nézett, melyik hallja meg. Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más kiút. Csak összegyűlni Korvin közbe, s lenni nagyfiúk. Isten szeme rajtuk épp megállt, fegyvert fogtak, kezdeni a bált. Már nem anya, csupán ember voltam, mikor azt mondottam, menj hát, fiam! Rohantál már is, géppisztoly kezedben, honnan szerezted? Máig sem tudom. Kilőtt tang mellett álltál, fény szemedben, s én csak néztelek a szétlőtt ablakon. Lelked terhét hordozom, lánctalj túrt a dombokon. Délre húzó madárcsörben, célra tartott puskacsőben, olajággá változom. Szemed színét keresem, kékbe fordult egekem. Kapaszkodom fiastyúkba, türelmem fűzöm a lyukba, tűpárna a tenyerem. Gyűrött inged vasalom, rád izzadt a hatalom. Elszennyedő fehérségben, hazanéző reménységben marasztalna két karom.
Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül a világot, elengedem most már, nem őrzöm a lángot. Csak az a fekete autó, ott, a sövény mögött, túl a lámpa halovány fénykörén, ahol a póznák árnyéka a földre zuhan. Mielőtt még eldördülne a pisztolylövés. Mielőtt még léptek, dübörögnének végig az úton. Mielőtt még bedőlne a kertkapu, és az ajtót belökné az erőszakos kopogás. Csak az az út lefelé. Lépcsőről lépcsőre. Csak a cigaretta parazsa nyugatja a csendet. Csak a fekete autó ajtaja ne záródna a kínra. Hallgat az asszony, üres ölére bámul, hangtalan. Csak az a fekete autó, ott, a sövény mögött. Elhagyták ezt az országot sokan. Ki emlékszik a névtelenekre? A félelemtől üzöttekre? A reménytörzőkre? Azokra, akik megcsókolták a határon a földet. Elmentek innen sokan. Ha messze mész, ha messze mész, mit elhagytál, végig elkísér. Az út kanyarol, szerte szét, a vége megtalálja majd az elejét. Ha messze mész, előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély, nem hagyhatod, mi örökre benned él. Ha messze mész, lehessen élni még, könnyed törülni, mindig lesz egy kép. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra. Merre vagy? Hová lettél a télből, mely rólad papol, s acélt fent szívek ellen? Ellened. A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát, egy réges-régi kép kísért a dallószájú boldogokról. De jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jöjj a reggel, didergő erdők anyja téli nap. Lehet bezúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háború perzseltetélben, itt, ahol az ellenállni gyönge lélek, tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, s kertjeinknek sűrű illatában fájának oda hullni kézdió, s aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereg visong.
A réteken zászlós sörényű, csillogó lovak száguldanak a hullónap felé, s fejünk felett surrog és csivog a fecsketészektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig, lélek! Védekezz! Álmodj szépet nekem, körbe éred szívem, álmodj fényt, csillagot, mindent mit adhatok. Álmodj csendes kézfogást, mellyel barátod találsz. Álmodj titkos simogatást, álmodj reggelt éj után. Álmodj végtelen időt, hogy szerethest a jövőt. Álmodj ember, ki vár, valahol egy szóra rátalál. Álmodj igazat és jót, egy újabb álmodót. Álmodj minden éjszakán, új tervet, új csodát. Köszönjük ezt az ünnepi műsort. Ilyenkor a fiatalok feladatot teljesítenek, és igazából nem is tudják, hogy mennyire reflexzerűen és mennyire ösztönösen teszik a dolgukat. Tudnélik, az ünnepről azt mondják, hogy az ünnep az a múlt jelenvalóvá tételére szolgál. És ilyenkor a műsor közben szerintem, akik már idősebbek vagyunk, és az életből is többet láttunk, megmozdul bennünk valami, és valóban úgy érezzük, mint hogyha ez a múlt, ez jelen lenne. Miközben néztem a műsort, eszembe jutott Babits Mihály, aki nagyon sok szép írással örvendeztette meg az utókort, nem csak versekkel, hanem eszékkel is. És az egyik eszében írja, hogy az emlékezés az nem visszatérés a múltba, hanem a múlt beletolakodása a jelenbe. Ez a teremtő idő. Hát ezt is megélhettük most, hiszen valami teremtődött itt a Gyóné Géza általános iskola diákjainak előadása során, és ez a múlt valóban beletolokodott a mi jelenünkbe, és ez bizony hatással van ránk. Nehéz megszólalni, és nehéz azt a gondolatot követni, amit elképzeltem. Köszönjük szépen! Így nyugszunk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Azt hiszem, hogy a spártaiakhoz hasonlóan mi magyarok és lengyelek nagyon jól tudjuk, hogy a haza az egy drága holmi. Tudjuk, mert a történelmünk erre tanít minket. Gyáva népnek nincs hazája. Hazája csak annak a népnek van, amelyik képes arra, hogy az életét is áldozza érte. Hát nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, akik itt összegyűltünk, és akik eljöttek, hogy együtt emlékezzünk az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeire, a hazájukért, a vérüket is áldozni kész magyar fiatalokra, hősökre és mártírokra. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben és a társaságunkban itt lévő lengyel barátainkat itt a lengyel zászló előtt. Azt hiszem, hogy a köszönet és a hála először is nekik jár. Tudni, hogy 1956-ban is ők voltak azok, akik először álltak ki a szabadság mellett. Ugye a lengyeleknek a poznani megmozdulása volt az az esemény, amelyre mi magyarok is fölkaptuk a fejünket, és hát tudjuk nagyon jól, hogy a magyar fiatalok a poznani tüntetés és a lengyel események melletti szolidaritásból döntöttek, amellett, hogy 1956. október 23-án nem akárhova, hanem a BEM szoborhoz
szerveznek nagy gyűlést. De a lengyel barátaink voltak az elsők, azok között is, akik a magyar forradalom és szabadságharc ügyét felvállalták, szó szerint a vérüket adták ezért a szabadságharcért, mert ők voltak azok, akik vért gyűjtöttek, és nem kevés magyar életet mentettek meg ezzel. Eszembe is jutott, hogy ki tudja, hogy hány magyar emberben csörgedizik ma ezért lengyel vér. De nem feledhetjük azt sem el, hogy a lengyel városokban, ahogy Budapesten is ezekben a napokban kofferek és ládikák nyíltak, amely kofferekbe és ládikákba gyűjtöttek a magyar események támogatására, és nagyon sok adományt kaptunk a lengyelektől. Ha jól tudom, akkor Szczecinben olyan bélyeget is gyártottak, ahol kéz a kézben mutatta ezt a lengyel-magyar összefogást, ez a bélyeg, Szczecin-Csepel felirattal, és ha jól tudom, akkor Varsóban átkereszteltek egy teret is ezekben a napokban, talán a Vörös Hadseregről volt elnevezve ez a tér, és a magyar szabadságharcosokra keresztelték. Azt hiszem, hogy a lengyel-magyar szolidaritásnak, együttműködésnek nem is kell több bizonyítékát adnunk ezen a mai napon. Hát ezért jár nekik a köszönet. Most, amikor az 56-os magyar forradalom eseményre emlékezünk, és megnézünk egy ilyen csodálatos műsort, akkor nem is gondolunk arra, hogy egyébként mindössze 13 nap krónikájáról beszélünk. A 13 nap az alig több, mint két hét, vagy még annyi sem, 319 óra. Ha belegondolunk, akkor mi ez a 319 óra egy egész nemzet történelmihez képest, de akár egy emberi élethez képest is. És fölmerül a kérdés joggal, hogy hogyan változtathatja meg egy egész nemzet életét, sőt, mondhatjuk azt, hogy egy egész világrend, sőt, a hidegháborúban kettészakadt világ, benne a kommunista tábor sorsát, jövőjét egy 20 000 percnyi történet. Ez 2 millió szívdobbanásnyi idő. Nem tudom, tudják-e, hogy ez csupán század része annak a szívdobbanásnyi időnek, amennyit egy darab ember szíve ver. Tehát 56-ra gondolva számomra mindig ez egy csoda, hogy ez a rövid idő, egy nemzet történetében ilyen nagyon picinke idő, hogyan lehet ennyire meghatározó pillanat. Mint minden kérdésre választ ezt, hogy Széchenyi Istvánnál találtam meg. Ugye Széchenyi István a legnagyobb magyarként sokat elmélkedett a magyarság sorsáról. És ő írja, a népek leginkább akkor mutatják meg karakterüket, amikor azon a ponton állnak, hogy a szabadságukat elveszítsék, vagy nemrég veszítették el, és vissza akarják nyerni. Tehát 56-nak a hatása az nem a hosszúságában rejlik, hanem valójában az erejében. Ebben a 13 napban mi egyszerre éltük meg azt, amiről Széchenyi beszél, mert mi megéltük a szabadság visszaszerzésének felemelő érzését, és ebben a pillanatban mi megértük a szabadság elveszítésének a letaglózó élményét is. És ebben a 13 napban éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a nemzet valóban az igazi karakterét mutatta meg, és ráismert arra, hogy tulajdonképpen ki is ő valójában. 1956 eseménysora, ez a 13 nap, ez egy nemzeti önismeretről szóló 13 nap. Visszatérés a gyökerekhez és visszatérés önmagunkhoz. Nagyon érdekes, hogy Tamási Áron 1956-ban, október 28-án pontosan ezt írja meg, hagyj idézzem őt. 11 éve élünk őrhelyünkön, ezen a földön, szomjazva az emberi és a nemzeti lét igaz voltára. Olyan esztendők rakódtak történelmünkre, amelyek hagyományainkat elfeledtetni törekedtek, természetünket gúzsba kötötték, és jövendünk felől kétségekkel kínoztak. Ebben a hamis és igaztalan állapotban a nép nem találhatta meg nyugodalmát, és alkotó erejét bénaság fenyegette. Ezért kellett megtörténnie annak, ami történik. Ezért volt lehetséges, hogy a kedden kirobbant forradalom 5 nap után, október 28-ára, vasárnapra győzött.
feketébe öltöztek a fiatalok. Nagyon sokszor nem gondolunk rá, hogy ez a nagyon gyorsan levert forradalom, ez egy győztes forradalom volt. Ezért voltunk képesek arra, hogy ebben a pár napban teljesen más irányt adjunk az eseményeknek, mint amik lehettek volna belőle. Lehetett volna belőle egy öngyilkos belháború, de nem lett. Ehelyett lett megegyezés. Alávetettség helyett a szabadságot kaptuk, ezért jutalmul. És 56-tal kapcsolatban elmondhatjuk azt, amit 1848-49-szel kapcsolatban elmondhatunk, hogy nem sikerült a nemzetet önmaga ellen fordítani. A katonák a laktanyákban maradtak. A rendőrség átállt. A rendet és a biztonságot fenyegető erők nem léteztek. Az a hatalmi vákuum, ami a pártállam széthullásával pillanatok alatt keletkezett, az kitöltötték a forradalmi szervezetek. A később koncepciós perben kivégzett Brusznyai Árpád példájára a legjobb példa. Az állami ünnepség Veszprémben lesz. Brusznyai Árpád egy veszprémi áldozata ennek az 56-os forradalomnak. Mi kötődik az ő nevéhez? Ő a megyei nemzeti forradalmi tanácsnak volt az elnöke. Egy rendkívüli elme volt, egy filosz, egy ókorkutató, egy keresztény ember. Családja volt, gyermeke volt, és a szabadságügyét szolgálta. Az ő regnálása alatt semmiféle erőszakra nem történt, és nem került sor Veszprém megyében. Megakadályozott mindenféle önbíráskodást. Ennek a fellépésnek volt köszönhető, hogy számtalan AVH-s, gyűlölt AVH-s tábornok megmenekül, és megmenekül a népharagtól az a Pap János pártitkár is, aki később ezt a Brusznyai Árpádot felkötteti. Tehát 56-nak az eseménysora belágyozódik abban a fogalomban, amit a fiatalok nagyon szépen kifejtettek, csak nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit jelent ez a fogalom. Belágyozódik abban, hogy szabadság. Ez a szabadság, ami 56-ban megvalósul, ez nem az a fajta szabadság, amire most látunk példát számtalan helyszínen, Nyugat-Európában és máshol. Mert ez a szabadság a rend keretei között létező szabadság volt. 56-ban nem volt Magyarországon anarchia. Fölborították ugyan a villamosokat Budapesten, építettek barikádot, fölszedték a macskakövet, de mindenhol kézben tartották az utcát. Nem a katonaság, nem a pártállam, nem a rendőrség, hanem az emberek. A szénatéren egy Szabó bácsi, aki katonaviselt ember volt, egyből hierarchiát épített, egyből rendet teremtett, és nem volt rendetlenség az utcákon. Van egy francia filozófus, ő mondja azt, hogy a forradalomban a létrendje áll helyre. Hát ha ez a mondat bármire is igaz, mondjuk a francia forradalom pont nem, de a magyar forradalomra igaz. A magyar forradalomban 56-ban a létrendje állt helyre. És mindenki tudta, hogy hol van a dolga. Egészen elképesztő dolgok történnek. Ma már azt lehet mondani, hogy szürreális. A szénatériek például őrzik a Maros utcai börtönt. A Maros utca az egy ávós börtön volt. Ávós börtönben 56. október 23-a után ávós tisztek vannak bezárva. És az ávós tisztek nem hiszik el, hogy őket nem fogják megölni, nem fogják fölkoncolni. Ezek az ávós tisztek a börtönben ételt kaptak. Nem merték megenni, azt hitték, megmérgezik őket. A forradalmárok együtt tették az ételt a börtönben az ávosokkal, hogy azok elhiggyék, hogy ők nem lesznek ennek a forradalomnak az áldozatai. Sakkot kaptak, külföldi újságokat kaptak a börtönben, és amikor tanúvállomást tesznek majd november 4-e után a forradalmárokkal szemben, akkor nagyon nehezükre esik nehezet mondani. Mert ebben a forradalomban, amikor a szabadság a maga legtisztább, leghűségesebb formájában nyilvánul meg, akkor a forradalmárok Szabó bácsival az élen azt mondják, hogy az ávósokat nem fölkoncolni kell, hanem bíróság elé kell őket állítani. És ha győzünk, akkor majd a bíróság fog fölöttük ítélkezni. Hol van ez a forradalom attól, amit egyébként Európában forradalomnak neveznek? Mert forradalomnak a francia forradalmat tartjuk. Mi történt a francia forradalomban? A francia forradalomban a szabadság fölfalta önmagát, mert megszűnt a rend. A francia forradalomban tízezrek válnak a nyaktiló áldozatává. Tízezrek. A pokol hadoszlopok járják a vidéket, és százezrével gyilkolják az embereket. Ez a francia forradalom. A magyar forradalom nem ez.
A magyar forradalmi hagyomány teljesen más. 1848. március 15-én Petőfi Sándor hazamegy, és följegyzi, hogy hát kezdetnek ez nem volt rossz, de hogyha ez a folytatás, akkor ez síralmas. Tudják, hogy mire gondolt Petőfi? Petőfi jakobinus volt. Az ágya fölött Robespierre-nek a képe függött, meg Dantoné. Petőfi hiányolta március 15-éből azt, hogy ott történjen valami kemény, valami drasztikus, valami emberi életre menő. 1848-49-ben egy embert koncolnak föl a forradalomba, azt is majd csak októberben. 1956-ban kis túlzással elég lenne a két kezem arra, hogy megszámoljam, hogy hány ávós esett a népharag áldozatával. Hány ávós? 20-nál kevesebb. Mert a magyar forradalomon a létrend jár helyre. És a magyar forradalomban szerintem az 56-os magyar forradalomban lehet leginkább megtapasztalni azt és meglátni azt, hogy tulajdonképpen miről szól a szabadság. Mi a szabadság valódi értelme és tartalma? Döbbenetes egyébként, hogyha megnézzük 56 történeteit, és belehelyezkedünk ebbe a világba, akkor milyen érzéseink támadnak. Például eszembe jutott, hogy 1956. november 2. a péntek volt. Ugyan péntek volt, mint a mai nap. Miért érdekes ez? Mert pénteken ugyanúgy, ahogy mi most, akkor 56-ban letették az emberek a munkát. Megszólaltak a gyár szirénák, és hazamentek. És november 2-án úgy ment mindenki haza hétvégére, ahogy mi megyünk haza, hogy vége a munkának, lehet egy kicsit lazítani. Ja, nem mellékesen győzött a forradalom. Október 28-a óta győzött a forradalom. Megalakul az a többpárti kormány, amivel ott van a Szovjetunióban elhurcolt Kovács Béla, ott van az 54-ben, majd 20 évre bebörtönzött szociáldemokrata Kétli Anna. Kimondtuk a semlegességet, a Varsói szerződésből való kilépést. Az oroszok elindultak kifelé. Gerő és bandája már rég nem volt az országban, mert Moszkvába menekítették őket. November 2-án úgy mentek haza pénteken az emberek, mint mi. Nyugodtan. Hétvégére készültek. Talán kinyitottak egy sört. És ezért ördögi 56. Vége. Ennek a vége, hogy vasárnap történik Magyarország lerohanása. Ugye a keresztények vasárnap a pihenő napot ülik. Ez egy megszentelt nap. A szovjetek vasárnap támadnak. Akkor támadnak, amikor az ember a legnyugodtabb. Vasárnap hajnalban. Az én feleségem nagymamája Budapesten élt, ekkor Kőbányán lakott. Arra lett figyelmes Kőbányán Magdi néni, hogy vasárnap hajnalban elkezdtek a ház ablakai remegni. Azért remegtek a ház ablakok, mert ennyi tank vonult be Budapestre november 4-én. A forgószél hadművelet a II. Világháború budapesti ostromát megkockáztatom, hogy felülmúló katonai akció volt. Ha jól tudom, csak a Korvin közre, amiről itt énekeltetek Cseh Tamás kapcsán, a Korvin közi központra, csak a Korvin közi központra a szovjetek 170 ágyúból és aknavetőből nyitottak tüzet. Nem vicceltek. Itt nem arra ment ki a játék, hogy megijesszenek minket, ezen már túl voltunk. Mert kiderült, hogy nem vagyunk hiedősek. Amikor a Kossuth térre megtörténik a sortűz, akkor kiderül, mi nem félünk. Ezért aztán 170 ágyúval lövik csak a Korvin közt. És amikor Konyev marsalt megkérdezi Russov, hogy mennyi időre van szüksége, akkor a pökhendi Konyev marsal azt mondja, hogy 3 nap, nem kell több. Hát kellett. Mert megmondták a szovjetnek, hogy nem csak nektek van Sztálingrádotok, hanem nekünk is van Budapestünk. Ez azt jelenti, hogy olyan kemény volt az ellenállás, hogy a szovjetek nem számoltak azzal, hogy a magyar nem katonák, de katonaviselt fiatal, és még csak nem is katonaviselt, hanem még fiatalabbak,
képesek lesznek ellenállni ennek a reguláris haderőnek, ami akkor a világ legnagyobb szárazföldi haderejét jelentette, olyan katonákkal, akik tudták, mi a harc, olyan fiatalokkal szemben, akik ezt nem tudták. Tehát amikor belepillantunk ebbe a történetbe, és megnézzük ezeket a részleteket, akkor azt hiszem, hogy valóban van mire emlékeznünk, és van mire büszkének lennünk. Nem tudom megkerülni ezt a témát, és ne haragudjanak érte, hogy ilyen aktuális vizekre vezek, de engem történelemtanárként is, és magyar emberként is rendkívül mértékben bántanak azok a párhuzamok, amiket korunk és 56 között húznak. Két összefüggésben szoktuk 56-ot emlegetni, szokták 56-ot emlegetni, egyrészt külföldön, másrészt meg a magyar nyilvánosságban is. Az egyik összefüggés az a migráció. És el szokták mondani, hogy milyen hálátlanok vagyunk mi magyarok. Mert 56 után, megint a műsorban is láttuk ezt, hogy 56 után 250 ezer magyar hagyja el a hazáját. És ezeket a magyarokat befogadták. Ehhez képest most mi magyarok, mi 56-osok, akik ezt megéltük, milyen piszok módon bánunk a bevándorlókkal. A történelmet ismerni kell, és tudni kell, hogy akkor a magyar emigrációt olyan táborokban fogadták, Ausztriában és máshol, ahol hónapokig, talán évekig is, de hosszú hónapokig voltak ezek a magyar emigránsok bezárva. Az akkori hatóságok mindent ellenőriztek, és mindenkinek utána néztek. Csak olyan magyarokat engedtek be Ausztriába, Németországba, Kanadába, Ausztráliába és az Egyesült Államokba, akit leellenőriztek. És ezek a magyarok, ezek a magyar emberek váltak az adott helyi közösségek legjobb munkásaivá. A Volkswagen nyilatkozott erről, hogy azok a magyarok, akik emigránsként 56-ba kikerültek, azok voltak a Volkswagen-gyár legjobb munkásai. A másik párhuzam, amit 56-tal kapcsolatban el szoktak mondani, ez az orosz-ukrán háború. Hogy bezzeg mi most nem segítünk, bezzeg nekünk milyen rosszul esett az, hogy akkor nem segítettek. Hát kérem szépen, azok mondják ezt kritikaként részben, akik akkor nekünk nem segítettek. Tehát a kérdés fölmerül, hogy milyen jogon szólalnak meg azok, és vonnak minket felelősségre, akik 1956-ban valóban nem segítettek. De nagyon nagy a különbség az orosz-ukrán háború és az akkori magyar helyzet között. Mert mi magyarok nem háborúzni akartunk akkor, hanem tárgyalni. Elsősorban tárgyalni akartunk. Az, hogy ebből háború lett, az a szovjeten múlott. Mi magyarok akkor nem a NATO-hoz akartunk csatlakozni, hanem mi akkor semlegesek akartunk lenni. És miért fontos ez? Azért, mert mi magyarok akkor nem akartunk mindenkit belerángatni ebbe a háborúba, főleg nem akartunk egy harmadik világháborút kockáztatni. Mert mi akkor, mind ahogy 48-49-ben is, tudtuk, hogy mikor kell lerakni a fegyvert. Akkor, amikor a pálinkás Palavicsini Antal kint, aki a Mindszentit kiszabadította, kint háborúzik, és kint lövi a tankokat, akkor eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy gyerekek, nincs tovább, elég, megtettük, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza, és letettük a fegyvert, akkor is, hogyha ez nagyon fájt. Ezért 1956 történetében ünnepeljük a forradalom győzelmét, mert győzött a forradalom. És ünnepeljük azt a helytállást is, ami szerintem, és talán nem csak szerintem, de mindenféleképpen példamutató. Mert mi magyarok nem akartunk többek lenni, és nem akartunk önmagukon túl nőni. És így kapcsolódunk a szabadsághoz is, hogy a szabadság az attól szabadság, hogy a keretek között létezik ez a szabadság. Az én szeretetem, az egyéni én szeretetem nem nőhet túl mindenen, mint ahogy most ezt hirdetik, mert az a szabadságnak a végét jelenti majd. Tehát a szabadságot úgy tudjuk megőrizni, hogyha ezzel együtt azt a féle rendet, azt a féle rendszert is elfogadjuk és szeretjük, ami között ez a szabadság megél. Azzal kezdtem, hogy Vándor vithírül a spártaiaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Civilizációs kötelesség az emlékezés, ezért az itt létünk is
ennek az emberi civilizációs kötelességnek a teljesítése. És annak a történelmi tapasztalatnak a felemlegetése, amely a történelmi tapasztalatok nélkül azt hiszem, hogy a mai világban a legkevésbé sem tudunk kiigazodni. Tisztelt ünneplő közösség! A történelem és a történelmünk, különösen 56 története, az nem logikára oktat, hanem arra, és ez benne a felemelő, hogy a létünknek nem a saját, kizárólagos céljaink elérése adnak értelmet, hanem olyan dolgok, amivel meghaladhatjuk önmagunkat. Átléphetjük saját korlátainkat. Ilyen tulajdonság a hősiesség, a bátorság és a hazaszeretet. Létünket, ahogy a lengyelek is, valóban a vakmerő harcainknak köszönhetjük. Hajtsunk hát fejet a hősies, a bátor és a hazaszerető magyarok között. Előtt köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük igazgató úr ünnepi beszédét, most pedig nagykövet helyettes asszony köszönti az ünneplőket. Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester urak, tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt megemlékezők, magyar barátaink, kedves gyerekek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai ünnepségre. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel, és nagyon büszke vagyok, mint lengyel is. Képviselem a lengyel népet itt nálatok. Én Poznány mellett születtem kisvárosban, de ha visszaemlékszem, a nagypapám mondta, hogy Poznányba ő elment pár barátjával vért adni magyaroknak. Én akkor még kicsi voltam, és nem értettem ezt az egészet. Utána a történelmet tanultam, ide jöttem Magyarországra. És emlékszem, hogy az igazgató úr mondta, a Kőbányát említett, ott lengyel templom és lengyel plébánya van. Ezt a templomot a lengyelek második világháború előtt, akik Kőbányán dolgoztak, építették. És ott áll egy műemlék. És mindig júniusban, mert minden júniusban kezdődött 1956-ban Poznányban, mi ott megemlékezünk a magyar barátainkkal és visszaemlékszünk a forradalomra. És ugyanúgy mi lengyelek 56. októberére emlékszünk, és tudjuk, hogy a legfontosabb a szabadság. És tudjuk, hogy együtt vagyunk, közösen harcoltunk a kommunizmus rendszer ellen, és szerintem ez sikerült, és szabad Európában élünk, a barátságunk mindig megvan, és visszaemlékezünk arra, hogy fontos, hogy ezeket az értékeket megőrizzük. Ma tudtam részt venni Nemzeti Múzeumban egy kiállítás nyitásán a Kövér László elnök urral és a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnök asszonyal, és megnéztünk ezeket a képeket, amelyeket a Sadovijon készítette. Ő riportőr volt Csehszlovákiából még akkor. 4 napot töltötte Budapesten, és ezeket a képeket készítette és csinálta, hogy a fiatalok, nők, lányok, fiúk, idősebbek a Karvin-téren és máshol a rossz tankok ellen tudtak harcolni. És ez megható volt tényleg, és utána elmentünk együtt a Rákoskeresztúri temetőbe, és ott kaszarúztunk. Rengeteg fiatal láttam ott, és ott is áll egy kis műemlék, amely a lengyel kisebbség állította a magyarok és lengyelek emlékére, akik 1956-ban haltak meg. Akkor emlékezünk, hogy a szabadság a legfontosabb, és szívünkben maradjon a lengyel-magyar barátság. És köszönöm szépen!
Kedves jelenlévők! Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából az egyik áldozat, D. Szabó Károly leszármazottai egy kitüntetés alapításáról döntöttek, amelyet D. Szabó Károly özvegyéről, a sokat szenvezett Sziráki Máriáról neveztek el. A díjat leszármazottai adományozzák azóta minden évben az önkormányzat javaslatait figyelembe véve azoknak a személyeknek, akik a rendszerváltoztatás óta sokat tettek az 56-os áldozatok emlékéért, munkásságukkal hozzájárultak az 56-os gyóni, dabasi események hiteles feltárásához, a fiatalokkal való megismertetésével tettek a felejtés ellen. A Sziráki Mária díj egy díszoklevélből és egy bronz plakettből áll, amelyen D. Szabó Károly és Sziráki Mária láthatók egy 56-os lyukas lobogóval a háttérben. Most megkérem a díjat alapító Szabó Lászlót, hogy röviden ismertesse a 2023. évi kitüntetés adományozással kapcsolatos tudnivalóit, és adja át az idei kitüntetettnek az elismerést. Tisztelt megemlékezők, lengyel barátaink! Nehéz helyzetben vagyok, mert készültem beszéddel, de az idei év annyiban nem hagyományos, hogy a díjazott személye visszhangozza mind a képviselőtestület döntését, mind az eddigi kitüntetettek véleményét, viszont maga a kitüntetett az remélhetőleg most fogja ezt megtudni ebben a pillanatban. Az, hogy ez egy tökéletes döntés volt, az bizonyította az, amilyen beszédet mondott igazgató úr előttem 5-10 perccel. Nagyon megható volt és érzelemdús, és látszódott a beszéden, illetve ki lehetett hallani azt, hogy valóban a szabadságról, és valóban a történelemről, és valóban a hazafias gondolkodásról beszélt. Úgyhogy fel is olvasnám most az oklevélen olvasható szöveget. Az idei év díjazottja. Díszoklevél Pásztor Gergely részére, aki igazgatóként kiemelkedő pedagógiai munkásságával a nemzeti ünnepek élményalapú megünneplésével sokat tett azért, hogy a felnövekvő nemzedékek megismerjék és átérezzék az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek hiteles történetét. Pedagógiai munkája méltóvá tette a Sziráki Mária emlékdíjra. Igazgatóknak van egy betegségük a beszédkényszer, de szeretném, hát a meglepetésem okán szeretnék megszólalni, mert tényleg nem így készültem, és azt hiszem, hogy bár már 50 éves vagyok, és az 56-osak azok nagyon fiatalok voltak, tehát én már túlnőttem azt a kort, amit az 56-os tipikus kornak neveznénk. Igyekszem méltó lenni erre a díjra, és azt a munkát, amit szerintem sokan csinálunk tanárként, pedagógusként, kollégáimmal azt folytatni. Egy élményt hagy mondjak el 56-os ünnepséggel kapcsolatban. Rendszerint szoktunk Sztálinszobrot dönteni a gimnáziumban. Most nem döntöttünk, de vissza fog térni ez az idő is hozzánk. És a Sztálinszobor döntés olyan nagy élmény a gyerekek számára, hogy azt a leírtak szerint lehet húzni, vonni, amikor eldőlt, akkor össze kell törni. Na most ez olyan hangulatot gerjesztott a helyszínen, hogy erről készült egy felvétel, és fölkerült az internetre. És évekkel később tudtam meg, hogy a Nemzeti Közszolgálat Egyetemen a rendvédelmi szervek bizonyos fegyveres testületeinek, nem tudom melyik szemináriumán, a forradalmi hangulatot ezen videó keresztül oktatták.
Úgyhogy egyszerre voltunk elrettentő példa a rendvédelmi szervek számára, meg tanuló példa, mert a fiatalokat be lehet hergelni egy ilyen forradalmi hangulatba, és ma is nagyon szeretik szétverni a Sztálin szobrot. Köszönöm szépen!